lehetővé tenni az állampolgárok számára az uniós beépülés folyamatát, rámutatni a régiók és önkormányzatok fontos szerepére, illetve a bajorországi tapasztalatok sikeres felhasználására. Ezek a céljai a Zomborban megrendezett tudományos tanácskozásnak. Mi Bajorországból nem tudunk kihatni az uniós integráció folyamatára, de abban tudunk segíteni, hogy Szerbiának megmutassuk, hogy mi ezt hogyan csináltuk. A szimpózium célja az emberek számára érthetőbbé tenni az integrációt és a vele járó dolgokat. A zombori önkormányzatnak jól felfogott érdeke az, hogy az Európai Uniós csatlakozási fázist az felkészülten várja. A felkészülésre tulajdonképpen azoktól a barátainktól tudunk tapasztalatot szerezni, akik hajlandók segíteni. A német közösség egy ilyen segítség. Tőlük reméljük, hogy megkapjuk azokat a tapasztalatokat, amelynek alapján mi már készen tudunk lenni arra a pillanatra, amikor bizonyos lehetőséget ki tudunk használni, amikor látni fogjuk azokat a dolgokat, ahol esetleg bukni lehet, illetve nyert. A zombori Szent Gellért Német Egyesületnek ez egy nagyon fontos esemény, azért mert ezzel a mi egyesületünknek a kapcsolatait fejlesszük tovább egész Európával, a német kisebbséggel, egész Vajdaságban és a németországi és a világszövetségi szervezetekkel. A tanácskozás szervezői a Dunamenti Svábok Szövetsége, a Hans Zidel Alapítvány Nemzetközi Együttműködési Intézete, illetve Zomborváros.